Bizony, még a te atyád fiai és a te atyádnak ház népe is, ők is hűtlenül bántak veled, ők is teletorokkal kiabáltak utánad, ne higgy nékik, még ha szépen beszélgetnek is veled. Elpusztítatik az egész föld, mert nincs senki, aki eszére térjen. Jelemiás próféta könyve 12. fejezet 6. versét idéztem, és utána a 11. versnek a második részét. Hogy a hozzánk közel állók is mennyire eltávolodhatnak tőlünk, egyetlen kifejezéssel szemlélteti a próféta, hogyan is mondta a 6. versben, hűtlenül bántak veled. Mit jelent hűtlenül bánni a másik emberrel? Nem meggondolni az útját, nem meggondolni az eddigi sorsát, az eddigi munkáját, az eddigi útirányát, az eddigi teljesítményét, amit Isten kegyelméből tudott létrehívni. Nem meggondolni a másik ember célját, irányultságát, alkatát, tehetségét, mert egy ember nagyon összetett lény. Hűtlenül bánni a másik emberrel ez annyit jelent, hogy csak ránézni, mint egy fadarabra, és hogyha az a fadarab most a sárba esett, és a fa nem látszik csak a sár, akkor azt mondani rá, hogy na hát ez ilyen ember. Hűtlenül bánni a másik emberrel. Egy igazi keresztény közösség azáltal lehet igazi keresztény közösség, hogy együtt érez a tagjaival, hogy ott van az a bizonyos Filadelfia, a hit lépcsőfokai közül az utolsó előtti, amit Péter második level első fejezetében olvasunk, hogy a hitünkhöz ragasszunk jó cselekedeteket, a jó cselekedetekhez tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, a tűrés mellé istenfélelmet, és ezután mondja, egy csodálatos felsorolásnak ezen a pontján hozza szóba a Filadelfiát, az atyafiú Újít, tehát a hittestvéri szeretetet, és majd ezután az agapét, a kereszténységnek a címerét, az ellenség szeretetet, vagy a méltatlanok iránti szeretetet, vagy a, a meg nem érdemelt szeretet, amit az kap, aki téged bánt, vagy eset belédrugott vagy, vagy rágalmazott, és mégis őszintén szereted, te kezdeményezed vele a megbékélést, és te soha nem mondasz róla rosszat, mert nem azonosítod bűneivel a bűnöst. Hűtlenül bántak veled. És azt kiabálják utánad, mondja ezután a proféta, hogy a tele torokkal kiabálnak utána tele torokkal hirdetik azt hogy te most miket csináltál vagy miket nem csináltál hát ez az ami megmutatja hogy kik a barátok és kik az álbarátok az igazi barátok azok soha nem hűtlenek a másik emberhez nem úgy akarják látni a másik embert, ahogy ők elképzelik, vagy hogy nekik megfeleljen az ő igényeiknek és felfogásuknak, hanem úgy akarják látni a másik embert, hogy Isten kibontakoztatja az életüket, hogy lehet látni, hogy Isten mifelé vezeti őket, és a tehetségüket is hogy gyarapítja, az emberségüket is hogy csiszolja. Igen, ezek a hű barátok. A hűtlen barátok pedig azt mondják, hogy mert nem ilyen vagy, ahogy én el akarlak gondolni téged, hát ezért most elfordulok tőled, vagy első adandó alkalommal, amikor nagyobb hibát követtél el, akkor hangos szóval kiabálnak utánad. És ezért ilyen a világ állapota. És a világ ebből visszafordíthatatlanul zuhan, zuhan csak lefelé, és ezért mondja, hogy elpusztítatik az egész Föld, mert nincs senki, aki eszére térjen. Mert hiszen észre térni, észre térni mit jelent? Józanul gondolkodni az élet dolgai felől, józanul és előbb-utóbb nem csak értelmileg igényesen, hanem hit által gondolkodni. Mert az értelem végső kifutása a hit. A hit megkoronázza az értelmet. És hogyha valaki a másik embert úgy szereti, hogy ezt értelmesen meg is tudja okolni, hogy amikor mások hűtlenek hozzá és kihabálnak utána, ő nem cimboraságból szereti, nem álbarátságból szereti, mint egy júdás, hanem azért, mert tudja, hogy Istennek mindenkivel terve van, és Isten előtt nincsen lehetetlen. Szívleljük meg Jeremiás próféta kijelentését a mai napon, és még a holnapi napon is őtőle szeretnék majd idézni.